Köszöntöm tisztelt nézőinket! A Szubjektív mai vendége Böjte Csaba ferences szerzetes, aki az idén 25 éves Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm Csaba testvért a Pannon RTV kamerái előtt. Itt a nagyon régi Szabadka melletti Domus Pacisban, a ferences lelki gyakorlatos háznak a kertjében. És az első kérdés is tulajdonképpen ehhez kapcsolódik. Hogyan érzi magát itt köztünk, délvidéki határon túli magyarok között és egy ilyen környezetben? Egész Kárpát-medencében jól érzem magam ott, amikor felvettem volt a magyar állampolgárságot, akkor mondtam, hogy legszívesebben felvenném én a szlovák, a szlovén, a vajdasági, a szerb állampolgárságot is, mert hát ez mind az én hazám. Hozzám tartozik. A mai napot itt töltöttek közöttünk. Úgy érezte, hogy hazaérkezett, amikor idejött? Hát, hogy ne, Erdélyből is amúgy voltak tanárok, tanítók, de hát mindenképpen, hát ez egy... Én azt hiszem, Árpád vezér annak idején, mikor vérszerződés kötött mindazokkal, akik Kárpát-medencében éltek, az volt a cél, hogy tegyük tündérkerti ezt a vidéket. Tehát azt gondolom, ezt a szép álmot nem szabadna feladjuk, együtt, közösen tudjuk ezt a térséget megszentelni, vagy ha nem, összetörni. Úgyhogy azért drukkolok, és azért imádkozok, és azért dolgozok, hogy tényleg az elveszett paradicsomot találjuk meg újból itt a Kárpát-medencében. Abban talán ugyancsak különleges ez a délvidék, hogy a Szent Ferenc Alapítványhoz hasonlóan itt is ferences szerzetes, vagyis Harmad Károly atya volt az, aki lurkóházakban gondoskodik a rászoruló magyar gyermekekről. Hogy vannak otthon, Erdélyben a gyerekek, a gyerekei? Hát úgy van, hogy 2134 gyereknek adtunk vakációt. Azért gyerekotthonokból is sok gyereket ide-oda elvisznek, táborokba, rokonokhoz, ide-oda, úgyhogy nem tudom pontosan össze hányan kezdjük, 83 helyiségbe, de hát jól vannak, remélem, hogy mindenfelé vannak, hogy akármerre utazok, mindig találkozok táborozó, kiránduló gyerekeinkkel, úgyhogy nagy a család a miénk, hát közel 4000 gyerek végzett, és hát ezek is itt-ott szanaszét férhez mentek, van akinek már 3-4 gyerekes családja van, és jó találkozni velük persze. Amire büszke vagyok az, hogy nagyjából én egyről se tudok, hogy valaki koldulna közülük. Tehát ahol vannak, ott adófizető állampolgárok lettek, boldogulnak. Unokát egyet sem nevelek. Közel 1000 unoka van, de olyan, hogy visszahozták volna hazzánk, mert az apa vagy az anya szétverte a családját, hál' Istennek ilyen nincs. Haza járnak ezek a gyerekek? Igen, hogy de hol hívnak esküdni, keresztelni. Volt egy nagyon szép élményem, most elmondom a kedves nézőknek, hogy múlt héten, ezelőtt két héttel szombaton meghívott az egyik lányunk, ő református, és nem mind eskető papot, hanem, ugye ő református templomba esköt, hanem, hát hogy vezessen be az oltárhoz. Neki nincs se apukája, se anyukája, nálunk nőtt fel, és szép nagy lány lett, és megkérték a kezét, és tényleg olyan nagy élmény volt ezt az apósi funkciót ellátni, egy belekarolni és elvezetni az oltárhoz, átadni az a jövendőbeli férjének. Ez mind azt jelenti, hogy újabb és újabb szerepeket kellett atyának is megtanulnia, de hogyha egy kicsit visszagondol arra a kezdetekre, hogyan indult? Nehéz volt létrehozni ezt, mondhatnánk azt most már a hálózatát, azoknak az intézményeknek, amelyek fölkarolják ezeket a gyerekeknek, mert hogy iskolaházaknak, napköziknek nevezik. Mi a lurkóházakat ismerjük, ahol a gyerekek ugye napközben vannak, de nem alszanak ott. Hogyan van ez önöknél? Hát ugye nálunk az elején is úgy volt, az állomásban innen-onnan fogadtunk be gyerekeket, tehát ők nálunk is laknak, élnek, tehát olyan is van, aki 15-20 éven keresztül, tehát hogy sose ment haza sehova. Tehát mi vagyunk az otthon. És hát ugye van egy pár ilyen lurkó típusú ház nálunk is, ilyen napközi otthon, de a legtöbb nálunk a bennlakó otthon. Na mostan, hát ezt én sem terveztem, tehát olyan, ha kérdezik, hogy jött létre, mindig mondom, a gyerekek kezdték, ők kezdték.
tehát nem én. Tehát volt egy néni, eljött és kért, hogy fogadjon be az állomásba, kapott egy kislányt, és hát mondtam, hogy te találtad, vidd haza, örvenj neki. De aztán mondta, hogy inkább itt hagynám el őt, hanem a férje elhagyja. Hát mondta, engem meg a püspök fog elhagytani, de aztán hát végül a kötélnek álltam, és befogadtuk az első gyereket, és hát ugye mindig az első a legnehezebb, utána a többi már úgy jött magától. Ha önöknek nehéz volt, ha a testvéreknek nehéz volt, akkor vajon az úgymond hatalom, tehát a föltételekhez is beleszólással rendelkező illetékesek, azok hogy fogadták ezt a kezdeményezést? Hát én azt gondolom, 90-es évek elején Magyarországon, de gondolom itt Szerbiában is, tehát egy kommunizmusból, egy merev ateizmusból jövő rendszerbe, tehát civil a pályán, tehát megjelentem a gyerekek között, és ez a magam ruhájában, hát mindenki félt, hogy na most akkor. Nem elég, hogy még civil is, még pap is a tetejében, még magyar is, hát hogy ne román hatóságnál egy kicsit ugye biztosítékot kiverte, de lassan megnyugtattam. Én többször is elmondtam nekik, hogy végül is helyettük dolgozok, tehát ők kellene az utcáról összeszedjék a gyerekeket, meg mindent, meg nekik is jó, hogyha egy gyereket az utcáról elvezetek odáig, hogy adófizető állampolgár legyen, és hát úgy látom, most már nagyon jó az együttműködés a román állammal, tehát partneri viszony van, sőt, még valamennyit fizetgetnek is a gyerekek ellátásához, úgyhogy hát na, Balkánon egy kicsit, minden kicsit nehezebben ment, de egyfelől örvendek, mert hogyha minden költségünket a román állam állta volna, én egész biztos nem prédikáltam volna ennyit, nem utaztam volna ennyit, nem írtam volna ennyi könyvet, de hát, amikor a gyerekek éhesek és villanyszámlát ki kell fizetni, akkor az ember, hogy mondjam, tovább fent tud maradni könyvet írni. Az, hogy a gyerekek nem panaszkodnak, és az atya panaszkodna-e néha? És van-e kinek panaszkodni? Mert hogy mi szülők tudjuk, hogy egy gyerekkel is néha nehéz, hát még több ezer gyerekkel, több száz gyerekkel, és napról napra is, a napi gondoktól kezdve, a kicsiktől a nagyokig mindent meg kell oldani. Hát ugye mi felnőttek azért úgy vagyunk, hogy az anyukám főztje az csak jó lehet, nem? Még hogyha nem is ízlene, akkor is dicsérném azt, hogy az én anyukám főzte. És a világot az én mennyei apám, atyánk teremtette, tehát én úgy gondolom, hogy én ha valami nem is úgy alakul, ahogy kellene, vagy ahogy elterveztem, akkor is meg vagyok győződve, vagy a mennyei atyám tudja, hogy mit miért enged meg, és egész biztos neki célja, terve van, és hát én azért nem is szoktam panaszkodni, de nem is erős van, amire. Vannak munkák, feladatok, amiket el kell végezni, de a gyerekeknek is azt mondjuk, hogy ne nyafogja ez a házi feladat mellett, hanem gondolkozz. Na, a tanítónéni olyan feladatot nem ad neked, ami téged meghaladna. Biztos, hogy javadra válik, hogy ezt a számtan példát te megoldod. Na, gondolkozzál szépen. És adunk egy puszit a buksiára, és hát a gyerek egy kicsit duzzog, aztán megoldja a feladatát. Ezt gondolom, a Jóisten is egy jó pedagógus mindannyiunknak ad feladatot, önöknek a televíziónál, nekem a gyerek otthonnál, mindenkinek megvan a maga feladata, és az a lényeg, hogy ne nyafogjunk, ne hisztizzünk, hanem álljunk neki és oldjuk meg. És van valami titok, amivel meg lehet mindezeket a gondokat oldani, és boldoggá tenni a gyerekeket? Mi az a varázs érzés, vagy varázs szó, amivel ezeket a kisebb-nagyobb gondokat meg lehet oldani? Szerintem úgy van, hogy múltkor is jött egy kislány, és azt mondja, Csaba testvé, hogy van az, hogy anyukám eltelt a nyári vakáció, és nem is hívott fel telefonon. Valahol Nyugat-Európába kószál az anyuka, hát most mit mondjak neki? Hát mondom, te milyen borzos vagy. Azt mondja, nem is vagyok borzos. Mondom, dehogy nem. Azzal jól összeborzoltam. Persze rámosodtam, ő is elkacagta magát, elkaptam a derekát, feldobtam, kifogtam, kacagtunk, átölelte nyakamat, mentünk tovább. Nagyon sok problémát nem tudok megoldani. De miért ne tudnánk jókedvel, vidáman tovább menni? Tehát, hogy én azt látom, hogy igen, tehát Jézus Krisztus nagy csütörtök, nagy péntek, az nincs happy end a végén, tehát nincs, igen, meghal a kereszt, és eltemették, nem? Aztán egy más dimenzióba feltámad, de ott akkor az van.
Tehát a mi életünkben is nem mindig tudjuk a problémákat megoldani. De azt gondolom, azért mindig tovább kell menni. A gyerekeknek sokszor elmondta, hogy a kispatak a hegyről jön le, és neki megy egy kőnek, nagyon csobban. Hát de nem áll meg, hogy most ki az a hülye, ki ide rakta ezt. Még kell én ilyen szerencsétlen legyek, de én Brüsszelben beperelem az egész társaságot. Nem, hanem hát egy csobban mellette, fölötte, alatta, valahogy megy tovább. Tudja ő, mi az ő életének a célja, megy a tengerbe, vágyik oda menni. És én azt gondolom, mi is biztos, hogy vannak kövek, bajok, nehézségek, de nem az a lényeg, hogy ott én megálljak, és akkor hőbörögjek, vagy mit tudom én, elveszítsem a türelmemet, hanem menjek tovább is, haladjak. S igen, csapat az még szokott gólt is kapni. Tanév végén mondtam a kollégáknak, hogy hát én úgy gondolom 4-3. Kérdezték, hogy mi? Hát mondom, hogy rúgtunk is, kaptunk is. Tehát, hogy mondjam, én úgy érzem, hogy mi győztünk. Csaba testvér mondta valahol, hogy a szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom, nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem annak is, akinek szüksége van rá. Ehhez tartja magát, amikor a gyerekekkel van, és ezeket a kisebb-nagyobb gondokat meg kell oldani? Gólt kell rúgni? Hát múltkor két kolléganőm összeveszett, és hát mondom az egyiknek, amelyik olyan kicsit olyan bölcsebb és idősebb is volt, mondom, te, most ő kifújja a szeretet gyertyáját. Most az a megoldás, hogy te is a magadét kifújod. Nem az lenne jobb, hogy tartsd le, na gyújtsd meg, ne mind idétlenkedjél, gyere, jobb fénybe járni, mint sötétbe. Tehát én is azt gondolom, hogy nem látom, hogy egy dolog, ha lenne a világon, amit rossz kedvel, depressziósan, veszekedve, gyűlölködve jobban el lehet végezni, mint jókedvel, derűvel, hát akkor azt mondom, veszekedjünk. De nem látom a hozadékát a gyűlöletnek, a haragnak, tehát akkor mi fektessek én ebbe az iparágba be? Tehát akkor az energiát pozitív oldalra kell fordítani, akár merre is indult el eredetileg. Hát nagyon sokszor hazajövök, és akkor ugye hát sok ház van, és akkor jönnek, hogy ne ez a gyerek, ezt meg ezt csináltam. Oda meg, megölelem, adok egy puszit, mondom, na gyere, gyere, sétáljunk. Na, jó volt neked, hogy ezt csináltad? Nem. És hogyha én meg tudom őrizni a nyugalmamat, a derűmet, tehát érzi a gyerek, hogy én bízok benne, szeretem, akkor megnyílik kicsi szívében, elmondja mindazt, ami gondja van, baja van. Ellenben, ha elkezdek kiabálni, vagy mit tudom én ottan hőbörögni, akkor szegényke lefagy, és nem meri elmondani a maga kis gondjait, problémáit, nehézségeit. Tehát ezért mondom, hogy nem látom a hozadékát a veszekedésnek, a civakodásnak. Tehát nem csak azért, mert Jézus Krisztus ezt mondja, hogy nekünk keresztényeknek tiltsat, egy parancsot adott, a szeretet parancsát. Tehát sehol nem mondja azt, hogy aztán, ha nem megy a szeretet útján, akkor üvöltsetek a másiknak, a torkotokon kifér. Ezt nem mondta sehol Jézus, hanem azt mondta, hogy ott a kereszten is, akár nagy pénteken is, úgy, ahogy ő tette, próbáljuk meg egymást tisztelni és szeretni. Akkor nem véletlen ez a néhány mondat sem, amit az atya írt le valahol. Vágysz megértésre, próbálj megérteni másokat, vágysz dicséretre, dicsérj meg másokat, vágysz kedvességre, légy kedves. Így is él napról napra az atya? A gyerekeknek szoktam mondogatni, hogy mondják, hogy nem engedtek el ide, meg nem engedtek. Mondom, nem tanítottad meg a nevelőt igen mondani. Hát az hogy kell? Hát mondom, úgy kell, hogy amikor a nevelő mondja, vidd le a szemetet, igen nevelő néni. Amikor azt mondja, vesd meg az igen nevelő néni. Rakd el orra, igen nevelő néni. Tehát, hogy ezt 10-szer elmondod, 11-szer, amikor oda mész, és azt mondja, szeretnék elmenni ide, akkor a nevelő néni annyira megtanult az igent, hogy már mindjárt mondja, igen kicsi szívem, menjél kicsi szívem, még sebb pénzt is adok, csak hogy legyél boldog. És azt gondolom, hogy valahogy így van, hogy ha én vágyok arra, hogy megértsenek, akkor én kell elkezdem vetni a magot. És előbb-utóbb én azt látom, hogy beérik a vetés. Felnőttekkel is, gyerekekkel is, hatósággal is. Tehát, hogy el kell kezdjük tudatosan szebbé formálni a világot. Ugye 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus tényleg egyetlen parancsot adott, a szeretet parancsát. És olyan könnyen megfeledkezünk róla. És akkor jön a de így, te úgy, én amúgy, duzzogás, minden, és azt látom, hogy nagyon sok ember
bemegy egy-egy ilyen zsákutcába, családok, népek, közösségek. Tehát ugye Szabadkán nagyon tetszett nekem, ugye a Városházán, hát ugye Ferenc József idején épült, tehát birodalmi pénzből, nem? És ott a főhelyen ott van Ferenc Józsefnek a szép üvegablaka, és mindjárt ott van mellette Kossuth Lajosé, nem? Tehát ugye a vatikáni zsinat mondta, hogy a felnőtt kereszténység ott kezdődik, ahol az emberben megvan a készség a kiengesztelődésre. Tehát igazából ők ketten véres ellenségek voltak. Kossuth tábornokait kivégeztette Ferenc József. Tehát hogy mondjam, és mégis eltelik 50 év, és valamilyen módon nem csak a kiegyezés van, hanem kiengesztelődés is van, nem? És birodalmi pénzből mind a két atyafinak a szép üvegablakon ott van a képe, nem? Tehát én ugye elgondolkozok, hogy utána ugye a 18 után eltelt most már 100 év, hogy mi a román hatóságukkal, vagy a románok velünk, vagy itt a szerbekkel, olyan ez a kiengesztelődésre való készség megvan bennünk? De akár a családokon belül is, vagy barátok között is. Na jól összevesztünk. Nos, aztán én is hülye voltam, te is az voltál. Tudjunk egymásnak megbocsájtani. Mi ad erőt ehhez a derűhöz, ehhez a pozitív hozzáálláshoz atyának? A hite, az imádság? Hát az is mindenképpen, de tapasztalat. Tehát én ugye sokszor mondtam, jót tenni jó. De ezt nem azért mondom, mert ezt valahol megtanultam, és mantrázom, hanem azért, mert kipróbáltam ezt is, azt is az életben. 25 éves volt, amikor mentem a teológiára, tehát addig én udvaroltam is, meg még sört is ittam, meg többet is ittam, meg akkoriban mindenki szórakozott, én is, de azután is utaztam, én sokfelé voltam. De őszinte legyek, szívembe a legnagyobb öröm, a jól végzett becsületes munka öröme adja. Tehát ennél több, szebbet én nem tapasztaltam. Tehát mikor azt mondom, hogy érdemes jónak lenni, vagy érdemes jót tenni, akkor meg vagyok győződve, vagy tényleg Isten bennünket így teremtett, hogy mondjam, a rossz dolog, a hazugság, a bűn, az csak kicserzi az ember lelkét, az nem emel fel, az nem tesz boldogáz. Az legfeljebb másnaposságot okoz és szégyent, de a jó cselekedet, hogy az örömmel tölt el. Tehát, hogy járva gyereket fölnevelek, és megszólal a telefon a zsebembe, és az egy Csaba testvér, 2 percig kijöttem a vizsgáról, megvan a közgazdászati diplomám. Úgy mondjam, ez olyan öröm, amit tőlem nem vesz el soha senki. Tehát ez megmarad az örökké valóságra. Tehát én azért mindenkit tényleg erre biztatok, hogy merjen a szeretet útjára lépni, és akkor a tapasztalatai erőt adnak ahhoz, hogy hát mind bátrabban, mind határozottabban menjen ezen az úton. 2 jeles ünnep előtt állunk, Nagy Boldogasszony napja, illetve Szent István ünnepe előtt. Ennek a 2 jelentős ünnepnek a fényében és ezeknek a szavaknak a lényegében mit üzen a délvidéki magyaroknak? Hát ugye most, hogy kiengesztelődésről beszéltünk, tudjuk jó, hogy Szent László király, amúgy Erdély védőszentje, nagyon tisztelem, szeretem, nagysága pont az, hogy egy polgárháborús viszony helyzet után, ugye ő 83-ban, jól tudom, augusztus 15-ére összehívja a rendeket. És hát miért lett, már addig augusztus 15-e volt a mi nemzeti ünnepünk, miért lett 20-a? Azért, mert Szent László király hirdetett egy 5 napos bűnbánati szentidőt, és mindenkit felszólított arra, hogy mennyes engesztelődjön ki az ellenségeivel. Hát én úgy, történészek úgy mondják, hogy ő elment a Salamon királyhoz, ugye Visegrádra, és leült, és ezzel a hát, összeesküvés szövő, tehát ex-királlyal nem csak hogy kiengesztelődött, hanem hát elengedte. Menj Isten hírével. Tehát megbocsájtottak egymásnak, és utána többet nem is volt ilyen politikai feszültség kettőjük között, és utána jött vissza, és nyitották fel Szent István sírját, és emelték Szent Istvánt oltárra. Sokszor ugye elgondolkoztam, hogy
hogy vajon volt-e utána még a mi népünk életében ilyen közös bűnbánati idő? Tehát akár az első, vagy a második világháború után, nem tudok róla, vagy a kommunizmus bebukkása után, tehát hogy milyen jó lenne, hogyha tudnánk, mernénk leülni, akár a családon belül is. Mert sokszor elfásolódnak a kapcsolatok, vagy magányosodunk. De talán pont az, hogy nem tudtunk kiengesztelődni, nem tudtunk megbocsájtani a férjünknek, feleségünknek, szomszédunknak. Én azt gondolom, hogy bármi is történik az életben, a jó kedvünket, a humorunkat, a derűt valahogy ne hagyjuk el, ne veszítsük el, tehát őrizzük meg. Tehát a nagy Isten 2000 évvel ezelőtt, mikor emberé lett, mennyi háború, baj volt akkor is a világban, és mégis mert gyermek lenni, mert kergetőzni Názáret poros utcáin, játszani az akkori gyerekekkel. Én nagyon szeretem elképzelni a nagy Istent, hogy szalad elő, és ipi apacs kis Jézus, ki vagy ütve Názáret poros utcáin a többi gyerek utána. Igen, ez a mi Istenünk. Mi ennek az Istennek a hírnökei vagyunk. Ez az Isten az, aki kinyújtotta felénk a kezét. Merjük megfogni jókedvel, derűvel, bizalommal. Szeptember 13-ára úgy beszéltük, hogy 500 gyerekkel én elmennék Budapestre. Kollégákkal, minden, és ideadták az arénát, a sportarénát, és este 7 órától lenne egy kis előadás, amire a vajdasági testvéreimet is nagy-nagy szeretettel meghívom. Úgy gondoltuk, hogy a népünk nagy előadó művészeit is megkérjük, hogy segíjenek, hogy bizonyítsuk be az embereknek, hogy jobb velünk a világ, mint nélkülünk. Ez lenne a mottoja is az együttlétnek, hogy igen, az árva gyerekekkel, a bajba lévő emberekkel, a fogyatékosokkal jobb a világ, mint nélkülük. Hát adja az Isten, hogy sokan együtt legyünk. Olyan nagy nevű művészek is vállalták a fellépést, mint Ákos, vagy Brodna, Presszel Gábor, meg az EDA együttes, meg minden, úgyhogy remélem, hogy nagy buli lesz, úgyhogy önöket is szeretettel látom. Köszönjük a meghívást! Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. A szubjektív vendége Böjte Csaba, ferences szerzetes testvér volt. Köszönjük a figyelmüket!